Isten. Isten hozott, mondja Guruji. The language of heart. A szívnek a nyelve. Is one. Az egy. We convey more through our presence than through our vagyunk. Words. Can we all just become children again for just 10 minutes? 10 percre tudnátok mindannyian újból gyerekek lenni? Igen vagy nem? Just imagine a world where none of us lost our innocence. We all like children. Képzeljetek el egy olyan világot, ahol még senki nem vesztette el az ártatlanságát, hanem még gyerekek vagytok. Can you just imagine now? El tudjátok képzelni? There is no inhibition. There is no wall between us. Nincsenek falak köztünk. We see world from a very fresh mind. Egy teljesen no prejudice, no concepts. Teljesen friss tudattal nézzük a világok, nincsenek előítéleteink, nincsenek felépített elképzeléseink. No anger, no jealousy. Nincs bennünk no semmiféle féltékenység, irigység. Can we do that? Ezt meg tudjátok tenni? Take all the stuff in the mind, throw it in one side. And then... Ezt mind vegyétek ki a tudatotokból, és tegyétek oldalt el. Look into the world from a fresh, new angle. Nézzétek a világot egy teljesen új szögből, frissen. You suddenly find everybody is part of you. És akkor hirtelen azt fogjátok találni, hogy mindenki a része ennek. Nem Eva? At a deep level we are all connected. Mert egy mély szinten mindannyian össze vagyunk kapcsolódva. We only simply have to reconnect to that depth. Vissza kell, hogy kapcsolódjunk ahhoz a mélységhez. A létezésnek ehhez a mélységéhez. That is what is spirituality. Ez a spiritualitás. Yoga is the four principles. Négy része van a jogának. Maitri, friendliness. Barátságosság. Karuna, compassion. Együttérzés. Mudita, happiness. Boldogság. And upeksha means ignoring things which are not congenial for growth. Hogy nem tudomást venni azokról a dolgokról, amik nem emelnek minket. That are not good for society. Mert az ugye nem jó a társadalomnak. Upeksha, it's ignoring. Nem tudomásul venni. These four different attitudes in life can keep our smile alive all the time. Ez a négy dolog az életünkben mosolyogva tart minket folyamatosan az életben. You know, life is built on trust. Az élet az nagyon bizalom nélküli. Trust in the goodness of people. Goodness of people. Az emberek jóságában. Trust in the law of nature. A természetnek a törvényei alapján. And trust in yourself. Bízzál önmagadban. Yes? Így van. We want to turn this whole cycle back. Át akarjuk fordítani ezt a körforgást. We need to connect ourselves with people. We need to trust and believe in the goodness of people. Hinnünk kell az emberek jóságában. Today, if we want to have a violence-free society, ma, hogyha azt szeretnénk, hogy bűnmentes társadalmunk legyen, we need to bring value education. Akkor értékes education on compassion. Az együttérzésről. How many of you agree with me? Ki kész erre? How many of you agree with me? Raise your hand. Hányan raktátok fel a kezeteket? Education in compassion. Tehát a tanulás az együttérzés. Education in broad understanding of life. Arról tanulás, hogy minél nagyobb távlatokban megértsük az életet. What is life?
Mi az élet? Hol vagyok én? What is this all about? Miről szól az egész? We have to see from a big vision for our life. Ezen túl kell néznünk, és egy nagy nagyságában kell lássuk az életet. How we can live a life full of joy, hogyan full of enthusiasm, az életünket tele örömmel, compassion, lelkesedéssel, együttérzéssel, szeretettel. And you want, you wish something and it starts happening. That ability we all have. És hogy valamit kívánsz, és az megtörténik, és ez megvan a képességed. Violence-free society. Bűnmentes társadalom. Disease-free body. Szabad test. Confusion-free mind. Betegségtől szabad test. Inhibition-free intellect. Tudat, ami tiszta. Trauma-free memory. Jó memória. And sorrow-free soul is the fájdalommentes lélek. És ezt mindenki megérdemli. This is what art of living is. Ez az élet művészete. I thought it was a fascinating experience. I feel enlivened, I think is the word, and encouraged. I think the message that you get is a good one, and the huge feeling in there of togetherness, I think, is overwhelming. I was most impressed by it all. We are so happy, yes, and full of enjoyment, and just very satisfaction, and just warm feeling in our hearts. I think it's very important, that first point. He mentioned that for a few times, to make non-violent society. Just to work on that first point, I think that's the most important for now. Nowadays, not many people think that those are the important values. So I think that it's really important for many people to be touched by this, because we can spread this wave of energy and good feeling and love. He kind of reminds us of who we are, so it's really inspiring.